mondom, én erre nem számítottam. Tehát így eljöttem ártatlanul, hogy jaj, megnézem az új Pintér Bélát, és így úristen, így a 20 év. A jubileumi beszélgetéseken a Pintér Béla társulat legújabb előadásán futottunk össze, és azon gondolkodtam, hogy te a nézőtéren ültél, és nézted az új Pintér Bélásokat, illetve egy-kettőt a régiből, és hogy ugye ez reflektál meglehetősen ironikusan az elmúlt 20 évre, és hogy mi az, ami neked beugrott abból az előadásból, vagy mi az, ami beugrott neked abból az időszakból, amit te a Pintér Béla és társulatánál töltöttél? Hát az első, ami beugrott, az az, hogy, és ezt kérdezte a mellettem ülő úriember is, mikor ránézett, hogy magának jegye van? De hát, és mondom neki, hogy én is meg vagyok döbbenve, mert mondom, most látom, hogy mi ez, és mondom, hogy nem hívtak el a premierre, meg nem tudok erről, és utána el is kaptam a Bélát, meg az Éviket, mondom, hogy nem hívtatok el? És akkor, jaj, hát elfelejtem, nem tudom, nem hívtunk meg senkit, nem tudom, ott valami zavar. De mivel az egész előadás is erről szólt, hogy milyen egy őrület egy ilyen társulat, és milyen kegyetlen dolgok történnek, ezért mondtam, hogy végül is ez bele is illik. Hát ami nagyon beugrott, az annak a Népi Rablét című előadásnak a szaga. Tehát az félelmetes volt, hogy elkezdték felidézni azokat a jeleneteket 20 évvel ezelőttről, csak persze hát másképp, már kicsavarva, meg átalakítva 20 év táblatában, és egyszer elkezdtem érezni azt a szagot, és mondom, ez hihetetlen, hogy mondom, ez, és utána ezt beszélgettük a Túróci Szabival, meg a Teres Sanyival, hogy mondom, az, és mondták, hogy nincs az a szag, hanem hogy tényleg egyszerűen olyan iszonyatos erővel benne van az orrunkban, mert ugye ott a Béla tüzet fújt, azt ugye most is csinálja, de plusz én például behoztam egy konkrét disznófejet, amit tök sokszor már egy kicsikét rohadt. Tehát annak is volt, plusz igazi pálinkát ittunk, amit rögtön mondták, hogy most már nem igazi pálinkát iszunk 20 év után. És ezeknek, tehát a nem benzin, vagy mivel kell tüzet fújni? Mit vesznek a szájukba? Petróleum? Tehát a petróleum, a rohadt disznófej, meg a pálinka, meg az izzadt jelmezeink, mert akkor nem nagyon volt ilyen, tehát kb. Mi csináltuk a jelmezeket, mi raktuk össze, meg, tehát nem nagyon mosta az senki. Tehát ennek az egésznek úgy volt egy ilyen elképesztő szaga, és azt teljesen visszajött. Hát meg persze minden, mert ugye ott felidézi a közben meghalt kollégákat is az előadás elég megrázó módon. És hát, és akkor tényleg én ott ültem, és mondom, én erre nem számítottam. Tehát így eljöttem ártatlanul, hogy jaj, megnézem az új Pintér Bélát, és így úristen, így a 20 év, így tényleg ilyen borzasztó. És hát ugye a végén el is hangzik, hogy ugye van egy A-riporter, és akkor ott elhangzik a nevem, hogy én ugye akkor a Krétakört választottam 17 évvel ezelőtt, és nem a Bélát. Bősértődés volt? Hát nem. Nem hiszem, hogy vagy valamennyire biztos volt, tehát ez borzasztó nehéz, de nekünk is borzasztó nehéz volt, ugye a Teres Anyival együtt végülis lenyomtunk úgy egy évet, hogy mind a két társulatban részt vettünk. És akkor volt olyan, hogy lejátszottunk egy kórházba konyt 7-től, és akkor átrohantunk és lejátszottunk 10-től egy Liliomot a Krétakörbe. Tehát ez abnormális volt eléggé. De miért ismered, hogy Málik a katona? Hát az is egy. De miért? Egy. Mert te Pestre vagy, mert csak most jöttem, hát honnan tudja ilyen a katonát? Úgyhogy minden visszajött, borzasztó volt, úgyhogy utána aztán be is bulisztunk a Túróci Szabival, meg a Teres Anyival, pedig egy átlagos szerda estének indult, de elég görbe véget ért. Azt nyilatkoztat, hogy néha rendesen szorongok, nehogy éppen most hívjanak fel egy olyan szerepajánlattal, amiben belepusztulnék, ha nem tudnám elvállalni. Mondtad, még zenei karrieret kellős közepén. Volt olyan szerep, amit kínáltak, baromira eljátszottad volna, de a koncertek miatt nem tudtad elvállalni? Volt, nagyon sok volt, meg folyamatosan van is. Hát már nem is gondolok bele általában. De az elején volt inkább ez nehéz, hogy és igazából a Mudrucó. Uh-huh. Mert ő számított volna rám az első darabok akkor, tehát amikor ez az egész kezdődött, és az egyértelmű volt, hogy azt nem tudom csinálni, mert ez a külföldre utazás, meg ez a fajta Kornélféle színház csinálás, ez akkor nem fért volna már bele. Uh-huh. És az nagyon szar volt. Bár, megmondom őszintén,
Aztán, amikor megnéztem a darabokat, akkor azt éreztem, hogy lehet, hogy én, nekem most ez nem menne, hogy mesztelenül elássanak egy földbe, meg... Tehát az a fajta, amit ahogy a Kornél a nőket használja színházban, az nagyon kemény, de hát csodálatos, tehát tényleg fantasztikus, zseniális rendező, és tényleg az van, hogy ha valakivel, akkor például vele iszonyatosan szeretnék még talán egyszer az életbe dolgozni. Elég nagy változás volt, mikor a Nemzetibe bekerültél, mármint, hogy struktúrailag ez egy kőszínház volt, egészen más rendszerrel működött, mint akár a Krétakör, akár a Pintér Béla. Nem nyomasztott, hogy ennyire ilyen... Borzasztóan nyomasztott az egész, hogy... És hát végül is azért be is igazolódott az, amitől féltem, hogy én ennek egyszer nem fog tudni megfelelni. Tehát, hogy túl... De miért gondoltad? Hát szerintem igazából az lett volna igazán jó, hogyha a Robi engem nem először nagy színpadra tesz, hanem először kamara darabba, és aztán... Tehát ott az hirtelen az, hogy gyakorlatilag nyitó előadás volt a Jég, ahol ugye hát, hogyha véletlenül úgy mondtunk ki egy mondatot, hogy egy picit is hangosabb volt, vagy színészesebb, akkor a Kornél egy szöges ostorral várt minket a takarásba. És ehhez képest utána pedig ott volt, hogy akkor meg nagy színpad, egy híresen rossz akusztikájú, ahol pedig hát ott azért úgy meg kellett volna úgy egy olyan technikával szólalni, amikor nem volt meg. Rossz ragály a fecsegés! Felokszott ő nemzette, az meg átreuszt. Annak szőtt az istennő bajos koszorút, viszályt öccsével, tüesztésszel. Arra még nem voltam ott akkor kész. Megmondom, borzasztó nehéz volt, hogy másnap meg... Mi ez? Hogy beszélsz? Tehát, hogy így nem lehet. Tehát, mi erre voltunk tréningezve, hogy iszonyatosan természetesek legyünk, nagyon. És hát így játszottam 10 évig. Hát a Krétakörrel majdnem minden darabot így játszottunk. Vagy még ígyebb, hogy ott ültünk. És ott végig toppon voltál? Tehát végig úgy érezted, hogy ez nagyon jó neked? A Krétakörben? Nem. Egy kicsi társulatnak meg mások nyilván a nehézségei, hogy működik, de maga az, hogy borzasztó jó dolgokat csináltunk, és egy hihetetlen kalandos élet volt, az egyértelmű. Meg hát most már azért bárhol olvasok, most is valamit, nem tudom, hol olvastam valamit, szembe jött velem, ahol tényleg az volt, hogy a Krétakör az a magyar színházi élet, nem is tudom, hogy volt fogalmazva, arany oldalaiba írta be magát, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez már tényleg legenda lett, és utólag is jó ennek a részese lenni. Már tudatosan, de közben is nagyon jó volt. És turnét azt nem lehet megunni? Tehát nem... De. Szuper, de már megint a repülőtérre. Meg lehet unni a turnét. Meg lehet unni. Meg a szállodákat is meg lehet unni egy idő után, igen. De volt olyan, hogy mondjuk fölébredtél, és nem tudtad, melyik országban vagy? Volt, tehát olyan is volt, hogy neki mentem a falnak, mert azt hittem, hogy még az előző szállodában vagyok, és annyira sötét volt, és felkeltem, hogy megyek pisilni, és puff, totál neki mentem a falnak. Nagyon sok dalodnak te írod a szövegét. Neked volt korábban ilyen írói ambíciót? Tehát írtál verseket gyerekkorodban, vagy nem tudom, írtál dalszövegeket korábban? Semmilyen ilyen ambícióm nem volt, és mindig azt éreztem, hogy nem is, tehát hogy semmilyen ilyen tehetségem sincs. Tehát a naplóm is úgy néz ki, hogy ilyen kitépet lapok, mert még amit naplóbejegyzésnek próbáltam írni, az is így visszaolvastam, hogy az annyira ciki. Az első remezre a Vámpír című számot, amikor elkezdtük, és akkor arra az Ambrus írt egy szöveget, és nagyon nem tetszett nekem. És akkor az idegesített, és akkor... Az volt az első, hogy akkor abba így beleírogattam, hogy így átírtam így eléggé, és akkor az azért az egy nagyon híres szám lett. Mert nincs ma más, csak vérszívás, semmi csábítás, mert úgy sem kell belőled más. És akkor onnantól kezdtem el így ezen gondolkozni, hogy végül is miért ne próbálnék meg. Hát nekem kicsit csurrant valami ebből a írói képességbe, de szerintem egyébként lehet, hogy írok egyszer egy könyvet. Na,
És sosincs halálfélelmed, mikor beugrasz a közönség közé? Hát nincs. Nem, tehát hogy így nem bánod meg akkor sosem. Nem ugrok be, tehát azt én látom, hogy igen? Be lehet-e vagy nem. Igen. De voltak ilyen furcsa dolgok? Vagy tehát, hogy mikor, hú, menjünk, most már kerüljünk vissza a színpadra, mert ez így nem annyira komfortos. Egyetlen egyszer volt olyan, amikor akkor le is állítottam a koncertet, most azt nem fogom idézni, hogy mit sugott, nem sugott, hát mondogatott a fülembe, pedig ugye a füles monitortól nem hallom által, hogy mit mondanak. És, de ott volt egy ilyen, hát nagyon sok ezres közönség volt valami vidéki városnak, nem tudom pontosan, mert nem emlékszem, hol volt. És az volt egyedül olyan, hogy akkor visszamentem, és akkor ott mondtam, hogy na, mutasd magad, és takarodj innen, vagy már nem is tudom, mi volt. De egyébként nem, hát mindenfélék vannak. Volt névjegykártya bedugva a bugyimba, meg vannak esetleg. Volt olyan gyűrűm eltűnt, vagy kaptam karkötőt, tehát hogy... De sose tudhatod, hogy érsz vissza a színpadra. Azt nem tudhatom, nem. Tehát van, amikor nagyon romosan érek vissza, és akkor teljesen fel kell öltözni majdnem újra, mert minden is. Vannak szokásaid koncert előtt? Tehát ilyen... Előtt? Ilyen babona-szerű története? Hát a koncert előtt mi történik, az egy nagyon nehéz dolog, mert hát ez ami ebben a szakmában tényleg a leginkább embert próbáló, az a koncert előtt levés. Mert az egy hosszú idő, és az esetek nagy többségében egy ekkora területen történik, mint itt ez a virágtól így idáig, ahol benn vagyunk 6-10. És akkor ott én így kialakítok egy ilyen sarkot így a bőröndömmel, akkor így a tükör, és tehát hogy borzasztó nehéz, és akkor van olyan, hogy egy ilyenben benn vagyunk mondjuk 3-4 órát. Klubkoncerten. Ugye a testvéred azt nyilatkozta, hogy nagyon szívesen írna neked valamit. Ezt már köztetek is elhangzott, vagy ez csak így hát most olyannyira, hogy van egy ilyen terv, hogy a jövőre fogunk menni. Bocsánat, Péter Figergely, borítástére, aki nem tudja. Jövőre fogunk csinálni megint egy ülős turnét, mert ezért pár évente szoktunk csinálni, és oda tervezünk egy olyat, hogy a Gergely is benne lesz, és lesz valami egy kicsit egy ilyen, nem tudom, valami irodalmi rész benne, majd, hogy ír valamit, és akkor nem tudom még, hogy lesz, ez még csak körvonalazódik, de hogy van ilyen terv, igen. Uh-huh. És dalszöveget, nem? Nem tudna jót. Nem, mondom, tényleg egyszerűen nehéz. Nem tudom. Nehéz ez a dalszövegírás. Uh-huh. Főleg szerintem minél inkább egy ilyen irodalmi valaki, annál nehezebb. De nem tudom, hát aztán ki tudja, aztán lehet, hogy csak kiderül, hogy kis hitű vagyok, és tök jókat írnak. Láttam egy interjút veletek, a Visegrád Szent György pusztára mentetek el, ahol ilyen családi házak vannak, vagy házaitok vannak, hogy mesélsz erről, hogy ez gyerekkorotokban mit jelentett nektek? Hát azt, ahol minden nyarat töltöttünk gyakorlatilag. Ez egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy édesanyám tanárnő volt, apám meg ugye szobrász, tehát nem volt ilyen kötött munkájuk, és akkor, hogy vége volt az iskolának, akkor mentünk oda ki. És hát az zseniális volt, mert az egész nyarat az erdőbe, a Dunaparton, a Patakmederbe, a szabadon, mert akkor még azért egész másképp voltunk szabadon gyerekek. Most én már nem merném úgy elengedni a gyerekemet, mint ahogy minket elengedtek a francba föl a Mogyoróhegyre, meg mindenhova. Úgyhogy, és hát ott nagyon sokan voltunk unokatestvérek, úgyhogy ott nagy bandázás volt, meg aztán ahogy kamaszottunk ott a minden, az első cigizés, meg az első berúgások, meg minden. Tehát
Az. És hát, és aztán azóta is mi ugyanezt, tehát az én gyerekem is egész nyáron ott van. De ez egy ilyen családi nyaraló, nagyszülőké? Ez vagy... igen, ez egy ilyen furcsa terület végül is, amit ahova a dédapám, mikor Erdélyből átjöttek, akkor a hasonlóság miatt ott azt megtaláltott egy telket, ami őt nagyon megnyugtatta, és Parajdra emlékeztette, az ő szülőváros, vagy hát ahol felnőtt, vagy éltek nagyon sokat. És akkor ott megvett egy nagy birtokot, és ott épített házat, és aztán akkor először a gyerekei között osztódott, aztán a gyerekei, és akkor végül így ott azt úgy belaktuk ott azt a területet. Tehát te nagymamáddal laktál is együtt? Nagymamámmal laktam is, igen, isteni volt nagymamám. Kiszínésznő és előadó művész volt. Vagány csaj volt. Uh-huh. És miért hozzá költöztél? Hát mert ő, ugye nagyapám meghalt, és akkor ő ott maradt abban a nagy családi lakásban, a Frankelleo úton, ott az Orfi kórház mellett, ahol előtte már lakott mindenki a családból, tehát ez egy ilyen őrületes lakás volt, ott már az is minden szobának olyan története volt, itt ez történt, ott az történt, borzasztó. És hogy egyrészt ő ugye ott egyedül maradt, és másrészt én meg nem voltam lakásba való kamasz, én így szoktam mondani, legalábbis szülői lakásba való kamasz nem voltam. És akkor valahogy szerintem a szüleim idegállapotát és az én túlélésem és a mindenki túlélése érdekében végül is valahogy ezt nagyanyám kitalálta, hogy akkor mi lenne, hogyha én oda költöznék. És végül is igen, így túléltük a kamaszkoromat mindannyian, nagy nehezen. Úgy tudom, a gyerekkorodban egy asztrológus tulajdonképpen megjósolta mindazt, ami történt veled. Igen, jól hangzik. Nem? De végül is így is lehet mondani. Igen, nagyapámnak volt számos nő ugye a világban, nagyon sokat utazott, és nagyon szerette a nőket. És volt egy nagyon jó barátnője, egyébként azt hiszem, hogy olasz, de valahogy franciául leveleztek, asztrológus nő, egy bizonyos Lizetta, és akkor mindig, ahányszor születtek az unokák, akkor ő mindig, és akkor küldte a levelet, hogy mi lesz. És akkor valóban ez megvan ez a levél, és az van benne, hogy én színpadon fogok dolgozni, és de a nagy sikereket énekléssel fogom elérni. Uh-huh. És hogy későn érő típus vagyok, ez is benne van. Uh-huh. Tehát végül is igen. Hát akkor végül is igen. Akkor hihetünk az asztrológiának mostantól.